Na, sziasztok, én Alex vagyok, és a mai nap nagyon jó skinnel rendelkezem ismét. Nagyon tetszett nektek az előző rész, szóval gondoltam, mert legyen folytatás, hát lett volna folytatás, szóval nem számít, hogy tetszik-e nektek, vagy nem jó, tehát azért hagyjuk. Na, de mindegy, tehát itt kérdezték közben egyébként, csak véletlen kitaláltam a chatet, hogy Khaled Dragonrag, látjátok, már ilyen híres ez a karakter, hogy már osztogatni szeretnének dolgokat. Na de egyébként azt akartam nektek bemutatni, hogy implicite better. Hát akkor legalább írd le, bazd meg jól. Szóval, amit itt akartam itt megmutatni, hogy pont aznap bejött egyébként, hát tudtak rangot venni lényegében Endersig, viszont annyi, hogy csak ez csak a Prison szerverre szól, ugye, tehát ez nem a globális mindenhova, Bitcoinért, tehát nem láttam volna, hogy valaki meg tudná pont az Endless venni, de van rá lehetőség, úgyhogy meg tudjátok venni, és igazából a legkisebbet is, tehát a kezdők így egy kicsit tudnak elindulni. Amit ki akartam egyébként mindenképp próbálni, az, hogy ölni zombikat, mert most már kicsit meg lett javítva, és most már spawnolnak rendesen. Az előző részben nem nagyon akartak, és elvileg túl sok is szokott néha spawnolni, úgyhogy most ezt teszteljük. Mert van egy defakit, mert eddig nem volt defakit, elfelejtettem a defaknak csinálni kitet, tudom, sajnálom, elfelejtettelek titeket, de igen, na mindegy, és akkor most ezt így megöljük, nem tudom egyébként mennyit sebez, nem akarom tesztelni, majd úgyis leszek olyan béna, aztán elkap engem. Jaj, mondom én, hogy elkap, á, egy szíveket, ez nem vészes. Inkább max, amikor jönnek a játékosok, és majd ugye ölnek. Na most nem voltunk olyan szerencsések, csak zseton kulcsot kaptunk. Na, gyere ide. Most csak elmenekülsz? Hogy van ez? De tudsz kapni tök jó vanity kulcsokat, úgyhogy egy kicsit kipróbáljuk ezt a módszert, hogy most mennyi kulcsot lehet így összefarmolni. Aztán kiderül. Persze, hogyha itt jobb kitenk lenne, ugye a loot találót kifejlesztjük maxra, amit még azt hiszem nem értünk el, akkor persze jobbakat lehetne, azért mert komoly mennyien vagytok. Ja, egyébként egy speedpotot miért nem hiszem be a speedpotit, ha már itt van nálam? Kérdezzétek. Na így azért kicsit könnyebb farmolni. Tehát ha egy jobb kardod van egyébként, és nem egy defa kardot próbálsz ölni, tudsz ezzel is, nem arról van szó. De akkor jobb dolgokat dobnak, tehát vagy hát könnyebb őket megölni. Én azon csodálkozok egyébként, hogy boss nem spawnolt le. De mindjárt úgy le fog ide spawnolni, hogy csak nézzünk. Tudtok egyébként ilyet is, hopsz. De egyébként meghalt, akkor nem fog elveszni a csákány, szóval attól nem kell félni. A többi cucc viszont el fog, de hát most ha lehívtak kettőféle kitet, akkor most ez nem számít igazán. Júj! Jó, benyomtak oda. Majd egy, tehát a loot találót az a lényeg, hogy minél előbb ki akarom majd maxolni, és akkor tök jól meg tudjuk ezeket a zsambikat ölni. És akkor tudunk farmolni egy kis kulcsokat. Hát most is farmoltunk jó párat, tehát ahhoz képest egyébként csak, hogy itt vagyunk 5 perce. Valaki szereti a PV-et, akkor az igazából annak tök jó. Itt már be! Na, most gyorsan elszpónolunk. Na, és akkor nyissuk ki a ládákat igazából. Nem tudom, hogy Vanity-t kaptunk ki, lehet, hogy feljebb veszem egyébként az esélyét. Aztán mindjárt látjuk, Vanity-t nem kaptunk, viszont kaptunk mindenféle. Ó, elég sokat kaptunk ahhoz képest. Jó, akkor beírjuk egy per crate, és akkor nyitogatunk. Na, és akkor tudtunk nyitni, és akkor hát szorzó találót. Ez igazából jól tud jönni. A kulcs találó az most jelenleg jól jönne. Így né. Na, és akkor menjünk bányászni, én azt mondom. Aztán találjunk jó dolgokat. A loot találót akarom megnézni, hogy az hol található. A 10. szinten. Jó, hát akkor menjünk.
mosoljuk el ilyen 10k-t, meg is lett. Tök jó, most már a top listán leszünk. Az lassan 5B, úgyhogy fejleszteni kéne valamit. Most már van XP találó is. Az is igazából jó jön. 10-es, 11-ig jó, jó lesz. Hát a Lucky-t meg ki kell maxolni. Na, egy kis zseton talál, hogy találjunk többet. Egyébként, ha már a legtöbb szerverünk az 1.18-as lesz, gondolkoztam egyébként valamilyen túlélő szerverbe, mert implicite óta egyébként nem volt túlélő szerverünk ilyen rendes, tehát lehet meg kéne majd próbálni valami hasonlót. Persze, ugye az 1.18-as lenne, főleg az új update-tel szerintem sok mindenkinek bejönne egyébként. Úgyhogy valami ilyesmi el lesz képzelhető majd a jövőben, szerintem. Akár márciusba, mint új szerver, mert új szerver igazából nem jött ki mostanában. Na, azt mondom, nyitogassunk kicsit. Na, közben gondolt egyet a netem és elment. Úgyhogy folytassuk. Na, közben nyitogattunk, úgyhogy nézzük meg. Hát igazából minden megkaptunk nagyjából. Igazából most nézem egyébként, hogy lassan már megint sok idő megy a videó, úgyhogy szerintem itt megállítom. Várlak titeket majd a következő részbe. És addig nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tudjátok a szokásos szövegek. Battle Pass, úristen, át tudunk venni, látok még a videó végén, vegyük már át. Hoppá, ott van, nagyon jó. Át tudunk venni 50 itit. Hát ez szuper volt. Életünk legjobb nyitása a Venitig ládából. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, nyomjatok egy hatalmas pacsit, és sziasztok!